Erős Gábor a vendégünk, jó reggelt Jó reggelt kívánok! Ön a kívánok! 8. kerület önkormányzati képviselője lett. Kérdéses volt egyébként, hogy azzá vált? Igazából az előző ciklusban is voltam csak ellenzékiként, most pedig a győztes Pikó csapat tagjaként megválasztottak, és kérdéses olyan értelemben nem volt, hogy megnyertem még úgy is a választást, hogy az én egyéni választókerületemben, ez így a Blaha, Rákóczi tér környéke, a négy szavazókör eredményei alapján olyan nagy előnyöm volt, hogy az ötödikben, ahol fordítva írták be a számokat a jegyzőkönyvbe, ugye ez egy érdekes történet, ezért vagyok Így van. most itt, még azt sem tudta ellensúlyozni, még így is megnyertem, ezzel együtt én fellebeztem, azt viszont formai okokból nem fogadták el. Milyen okokból nem fogadták el? Ezt annyira meg akartam kérdezni, mivel utasították vissza egy olyan jelöltnek a kérelmét, aki az összes többiben teljesen más eredményt hozott. Igen, úgy látszik logikai, én nem jogász vagyok, úgyhogy nem logikai érvek alapján döntenek, hanem Nem például jogász? az, hogy akik nem, Hanem? szociológus vagyok. Mert hogy doktor. Igen, Azt hittem és jogász. igen, társadalomkutató. És az volt, hogy abban az egy szavazókörben ugye nem lehetett, hogy én 2%-ot kaptam, még mindenütt másutt 50% fölöttit, és hogy ezzel kapcsolatosan a szavazódelegáltak nyilatkozatát beidéztem a beadványomba, viszont nem csatoltam. Tehát Értem. ez volt. Ez volt a formai hiányosság. Igen. Na most ugye az történt, néha az élet ugye milyen, hogy az ön kérvényét elutasították, a Fideszét ugye befogadták, újra számolták, aztán kiderült, hogy nem 2%-ot kapott abban a körzetben, hanem több mint 50-et. Így van, igen, tehát ugyanúgy, ahogy a többi körzetben is 50, és így végül akkor majdnem 60%-kal a Fidesz 40%-ával szemben, tehát másfélszer annyi szavazattal nyertem, de ez nem derült volna ki, hogyha a Fidesz nincs olyan, bocsánat, ostoba, hogy még azt a körzetet is megóvja, vagy megfelebezi. Miért óvta meg? Mert hát húzták az időt, ugye több kerületben előfordult, hogy főleg ott, ahol meglepetés győzelem született, Naszályi Márta esetében, például az első kerületben, vagy ugye itt a Pakarás esetében, én csak időhúzásnak tudom tekinteni, természetesen ez egy törvényi joguk, viszont ugye az utolsó pillanatban óvták meg, és azt viszont már nem gondolták végig, hogy ahol csak veszíthetnek, hiszen nyilvánvaló volt, hogy hozzájuk 200-al több szavazat Igen. könyveltek így összességében, hogy még azt is megóvják. Tehát ez... Tulajdonképpen majd, hogy nem az történt, hogy összekeverték ugye a leadott voksokat a Konkrétan, személyekhez igen. kapcsolódóan. Na most hogyan tovább? Túl vagyunk ezen, vagy hát ön túl van most ezen a megmérettetésen, bekerült, magabiztosan került be az önkormányzati testületbe. Piko András is, hogyha jól figyeltük a híreket, ugye elfoglalhatta a helyét. Igazából már átadás átvételi megbeszélése volt Sára Botondal, de hivatalossá akkor válik, azt hiszem, talán a mai napon, amikor lejár a jogorvoslati határidő. Ja, értem. Elvileg még mindig fordulhatnak, De mert a akkor bíróság nagy az esélye összes. jövő héten már nagyon tisztán el tudják kezdeni a munkájukat. Van-e forgatókönyv, ugye Krisztinával ezt mindenféleképpen megkérdeznénk öntől, ugye, Igen. hogy milyen lesz az első időszak, mivel kezdik? Persze, hát részt vettem a programalkotásban is, úgyhogy van egy nagyon klassz programunk, ami ugye arról szól, hogy egyrészt részvételi alapon, ahogy az egész kampány is a C8-as civil csapat, egy nagyon klassz igazi civil csapat volt, tehát részvételi alapon fogunk tovább működni, zöld területeket évi 5000 négyzetméterrel szeretnénk növelni, egy szolidáris Józsefváros szeretnénk létrehozni. Nyilvánvaló, tehát a szabadság és az átláthatóság és azok az elvek és értékek, amik kevésbé érvényesültek az elmúlt időszakban, erről hosszan tudnék még mesélni, mert ugye az elmúlt 5 évben Kocsis Máté majd Sára Boton ellenzékeként eléggé testközelből láttam az elnyomásnak ezt a rendszerét, a jogainkat is megnyírbálták, és hát a szociális megszorítások is egymást érték, évről évre egyre kevesebb pénz jutott szociális kérdésekre, évről évre egyre több helyet térköveztek le, és egyre több fát vágtak ki, és egyre Ott több is. persze, betonmonstrumok épültek, ugye ezek azok a bizonyos beruházások, amikről most Karácsony Gergely is beszélt, tehát hatalmas
például a kerület lakásállománya, vagy társasházai, hát azért borzasztó állapotban vannak, nyilván az egy hatalmas beruházást igényelne, na, de hát van egy befolyásos képviselője a kerületnek, Kocsis Máté személyében a parlamentben, és hát ő gyorsan összelobbizott egy 100 milliárdos összeget például a kézilabdacsarnokra. Milyen szép és élhető lenne Józsefváros, hogyha ezek a 100 milliárdok mondjuk az ottani omladozó társasházak felújítására, vagy az új parkok létesítésére. Hú, most fontosat mondott. Azt mondta, úgy fogalmazott, hogy Kocsis Máté összelobbizott 100 millió forintot. 100 milliárd. 100 milliárd forintot egy konkrét célra. Ez az összeg rendelkezésre áll? Használhatják másra is? Hát nyilván ugye itt a TAO kedvezmények révén, meg hát... Tehát vagy arra, vagy másra nem. Azért én szeretném, vagy én bízom benne, hogy értelmes dolgokra, tehát hogy nem arról van szó, hogy most Orbán Viktor elkezdi keretezni a dolgot, hogy mi semmit nem akarunk, és akkor, hanem hogy azokra az értelmes célokra, amelyek a... mondjuk a esetünkben a józsefvárosiak életének minőségét szolgálják, azokra legyen pénz. Hát csak a kampányom alatt, csak az én körzetemben a Rákóczi téri metró állomástól 50 méterre egyszerűen az egyik ház elkezdett szó szerint összeomlani, el volt kordonozva az a rész. Tehát azt nem lehet, hogy csili-vili csarnokokat, kézilabda csarnokot, meg stadionokat építünk, amik aztán üresen állnak, és a fenntartásuk hatalmas anyagi teher, miközben szó szerint ránk omlanak a házak. Tehát ez a fideszesekre is ráomlik, hogyha ott sétálnak a járdán, már ha ők sétálnak, vagy bicikliznek, mint Pico Enes, ők inkább ilyen fekete autókba szoktak járni, de hogy ez tényleg mégiscsak az emberek életének a megoldását kéne, hogy szolgálja ez a sok-sok pénz, ami van. Köszönjük szépen.